Míg Jézust nem ismertem. Míg Jézust nem ismertem, nehéz volt a lelkem. Nem lehettem örömem semmiben. De ahogy megtaláltam őt, kétség már nem gyötör. Szabadá lett a lelkem, nem félek semmitől. Az útam már nem sötét, fényes lesz ezután, hisz fölkelt a dicső nap, ott fent a Golgotán. Folyvást előre nézek, ott vár dicső hazám, az igazság koronája vár rejám. Siet a lelkem a gyöngykapuk felé, a megváltott sereggel Isten trónja elé. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet, mindannyiunkat. Áldja meg az Úr ezt az órát is, amit néki szentelünk most, amikor megnyitjuk a mi Bibliánkat, és a Dániel könyvénél nyissuk meg a mi Bibliánkat, és az első 4 verset olvassuk el Dániel könyvéből. Jojákim, Júda király uralkodásának 3. esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálembe is megszállá azt. És kezébe ad az Úr Jojákimot, a Júda királyát, és az Istenház edényeinek egy részét, és vivé azokat Sineár földjére az ő istenének házába, és az edényeket bevivé az ő istenének kincses házába. És mondta a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az izraeli fiai közül és királyi magból való előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmasak legyenek arról, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. Eddig az ige. Én egy mondatban szeretném valahogy összefoglalni Dániel próféta könyvét. Mit mondhatnánk erről a könyvről? A következőket. Dániel könyve a történelem és a profécia kézikönyve. Ebből a könyvből ismerhetjük meg a világtörténelem fogalmát. Továbbá azt is, hogy Isten végtelen szeretettel szereti népét, választottait, és mindazokat, akik néki engedelmeskednek. Ennek a könyvnek rendkívüli tömör híradásai annak bizonyságai, hogy minden hatalom a mindenható örökkévaló Isten kezében van, és ő érvényt szerez az ő döntéseinek, akaratának, és mindazokat, amit ő kigondol. Több szereplője van ennek a könyvnek, jól ismerjük mindannyian. Elsősorban én most Dánielre is Nabukodonozorra szeretnék fókuszálni, és látni fogjuk, hogy mit jelent az, amikor egy ember Istenhez hűséges, ragaszkodik Istenhez, Isten útján jár, következetes, és pontosan követi Isten akaratát, utasításait. Aztán azt is látjuk, hogy a másik ember pedig bizony jó lehet, hogy megismerte az Isten dicsőségét, megismerte az Isten végtelen szeretetét, de meginog, elhajlik, aztán újra visszatér Istenhez, de mindig a földiek elcsábítják, a földiek eltávolítják Istentől, és a maga útján jár. Először talán szóljunk Dánielről, mit mondhatnánk el Dánielről. Dániel egy nagyon bátor, okos ifjú, tisztelettudó ifjú, amikor oda kerül az udvarban, ahogy mondottuk, hűséges Istenéhez,
De amikor felnő és aztán a birodalomnak magasrangú tisztviselője lesz, úgy ismerjük meg, mint aki rendkívüli, nagyszerű diplomáciai érzékkel van megáldva. És bölcsen viszi véghez mindazt, ami rá van bízva, ami tulajdonképpen az ő munkája. A másik nagy szereplő Nabukodonozor, ahogy már említettem is, elmondhatjuk Nabukodonozorról, hogy az akkori világnak egyik leghatalmasabb uralkodója, nagyon eszes ember, lángeszű, azt is elmondhatjuk vele kapcsolatban, kiváló szellemi képességű, nagyvonalú, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy gyönge, jellemű ember, befolyásolható, és sokszor, bár ahogy említettem, megismerte Istent, az ő dicsőségét, mégis újra és újra elfordul Istentől. Látjuk az ígét, ahogy elolvastuk ebből a néhány versből azt, hogy a legyőzött országokból, nem csak Izraelből, más legyőzött országokból is kiváló képességű fiakat gyűjtenek a babiloni udvarba, ahogy olvastuk itt az ígében, akikben ne legyen fogyatkozás, ábrázatra szépek, minden bölcsességre eszesek, ismeretekkel bírnak. Nagyszerű felsorolás ez, aztán értenek a tudományokhoz, hogy legyenek aztán alkalmasak arra, hogy amikor kiképzik őket, akkor majd hazakerülve az ő országukban hűséges helytartói legyenek annak az országnak. Azt is elmondhatjuk ezekről a fiatalokról, hogy hát meg kell, hogy tanulják a káldeusi kultúrát, az írásbeliséget, és tehát magas kiképzésben részesülnek, és aztán majd látjuk azt is, hogy vizsgát kell tenniük. Azt is látjuk, hogy hát bizony egy 3 éves, mondhatnánk így, iskoláztatás időszak van, és aztán egy vizsgabizottság előtt kell nekik vizsgát tennem, tudjuk, hogy maga a király előtt. És sikeres vizsgát tesznek ezek a héber ifjak, ahogy olvassuk itt a Bibliánkban. Nagyon fontos, hogy valóban meg legyen elégedve velük a király. Meg is van elégedve. Mi történik, amikor ezek a fiatalok bekerülnek az udvarba? Ez a 4 héber ifjú. Lássuk, hogy először is az asztal körül hát alakulnak ki a gondok és a problémák. Nagyon érdekes. Igaz, látjuk, mennyire fontos az asztal, ami az asztalon van. Mennyire fontos a testi táplálék. Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei, nem csak abban az időben, ma is, egy jó tápláltak legyenek, teherbírók legyenek, egészségesek legyenek, föl tudják venni a küzdelmet, a harcot a különböző területeken. És látjuk azt, hogy ezeket a fiatalokat a király asztaláról, hadd mondjuk így étették, azok az eledeleket szolgálták föl számukra, amivel a király él. Látjuk azt, hogy milyen nagyvonul ez a királyi udvar. És milyen felelősségteljes a királyi udvarban aspenáz. Az udvarmesterek fejedelme. Az ő feladata az, hogy ezek a fiatalok épek legyenek, egészségesek legyenek, fejlődjenek, és valóban meglegyen velük elégedve a 3 éves, mondjuk így, tanfolyam képzés után a király. De azt látjuk, hogy ez a 4 héber ifjú egészen másképp gondolkodik. Nagyszerű, bátor gyerekek, igaz? Ezek a fiúk. És azt mondják
az udvarmesterek fejedelmének, hogy mi nem így étkeztünk otthon. Mi nem vagyunk ez a fajta táplálékkal megelégedve. Mi otthon másképp étkeztünk. Más volt az asztalon. Nem egyszerű dolog volt ez abban az időben, mert hát ő egy idegen ország rabjai, és hát nekik engedelmeskedni kell. De látjuk, hogy Aspenáz rugalmas ember, és hajlandó az alkura. Ez sem egyszerű dolog, nagy dolog. Dániel elmondja azt, hogy mi szeretnénk úgy étkezni, hogy otthon. Na de hát nem úgy megy ám ez, ahogy te gondolod. Nekem elő van írva, hogy ti mit egyetek, mit igyatok. Ami a király asztalán van, azt eszitek, azt isszátok. Bort is isztok. Hát valahogy ez Dánielnek és társainak nagyon nem tetszett. Bátran szóvá tették. És ahogy mondottam, kialakult az alkú. Tegyünk próbát. Belement ez a magasrangú ember. 10 nap legyen a próba. Mert ha kitudódik az, hogy ti nem úgy étkeztek, hogy elő van írva, abból nagy baj lesz. Az én fejemre nagy bajt hoztok. És 10 napi próba bejött, igaz? Kinek jött be? Hát a 4 héber ifjúnak. És úgy fogalmaz a Szentírás, hogy hát sikeresek voltak. És aztán úgy döntöttek, hogy jó, rendben van, ezután úgy fogtok étkezni, vizet isztok, mint otthon, és ez lesz a ti táplálékotok. Örültek ezek az ifjak, hogy valóban Isten megsegítette őket. Velük volt az Úr, mert ők is a kezdetnél, már ott a kezdetnél, amikor bekerültek a királyi udvarba, Babilon udvarba, megtették az első lépést, hogy valóban Istennek engedelmeskedni köteles, és ők meg is lépték ezt a döntést. És aztán látjuk azt, testvéreim, hogy Istennek milyen tervei vannak. Jeremiás könyve 27. fejezetéhez lapozzunk, és lássuk a következőket. Jeremiás könyve 27. fejezetének a 5. versétől olvassuk az ígét. A következőképpen. Én teremtettem a földet, az embert és a barmot, amelyek a föld színén vannak, az én nagy erőmmel és az én kinyújtott karommal, és én akadom azt, aki kedves az én szemem előtt. És most én odaadom minden földeket Nabukodonozornak, a babiloni királynak, az én szolgámnak kezébe, sőt a mezei állatokat is neki adom, hogy néki szolgáljanak. És neki is a fiainak és unokáinak szolgál minden nemzet, mindaddig, míg el nem jön az ő földjének is ideje, és szolgálnak neki sok nemzetek és nagy királyok. Mit mond az írás? Azt mondja, hogy Babilon a király, Nabukodonozor, az Isten szolgája. Hogy Isten néki adja a különböző népeket, országokat, és felsorolja még az állatokat, hogy néki szolgáljanak. Mert Isten az Úr. Mindig
nyomatékosan tudomásul kell venni azt, hogy Isten mindenekben és mindenek felett Úr. És úgy cselekszik, ahogy ő elhatározza az ő cselekvésében. Megengedi azt, hogy az emberek döntéseket hozzanak, jó vagy rossz döntéseket. És ahogy mondottuk, sok esetben bizony, bár jó lett, hogy megismerte Nabukodonozor az Isten végtelen hatalmát, szeretetét, irgalmát iránta, mégis engedetlen volt az ő Ura, az ő Istene iránt. Második fejezetben arról olvasunk, hogy álmot lát, igaz? Egy nagy álmot lát. És az egész történelem benne van abban az álomban. Elfelejti az álmot, mikor felébred. Hívja az álomfejtőket, az udvar úgynevezett tudósait. Mondják meg néki az álmot, és fejtsék meg annak az álomnak az értelmét. Nincsenek olyan tudósok, akik megfejthetnék az álmot, mert nem ismerik az álmot. Mit mondanak? Mondja meg a király azt, hogy mit álmodott, és akkor mi majd megfejtsük. Nincs senki ezen a földön, aki meg tudná mondani az álmot, és ha meg nem mondják, nem tudja senki se annak értelmét megmagyarázni. És a király haragra lobban. És mi történik? Az történik, hogy elhatározza, hogy ezeket az úgynevezett bölcseket, tudósokat kiírtja, elpusztítja. És itt látjuk az Isten csodálatos cselekvését. Dánielen társain keresztül. Mit tesznek ezek az ifjak, amikor meghallják ezt a nagyon komoly döntés határozatot? Imádkoznak. Igen, imádkoznak. Kérik az Urat, hogy jelentse meg, ugyanis tudjuk, hogy Dániel értett az álomfejtéshez, álmok magyarázásához is. Jelentse ki az Úr az ő számára. Nagyon érdekes helyzet van ott a királyi udvarban, gondoljuk csak el. Van egy hatalmas uralkodó, Isten kedveltje, Isten embere, nem zsidó ember, nem az Isten szolgája, de Isten különös kegyben részesíti, kijelenti néki a jövőt, a történelmet. És itt lép be Dániel, itt lép be Dánielen keresztül Isten, hogy ennek a királynak Dánielen keresztül megjelenti azt, amit álmodott, és Dániel meg tudja fejteni a királynak az álmát. És hogyan szól a király? Harmadik fejezetben, 29. verstől, parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, mely káromlást mond, Sidrák, Misók, Abednego Isten ellen darabokra tépessék, és annak háza szemétdombát étessék, mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson. Akkor a király nagy tisztességre emli Sidrákot, Misákot, Abednegót Babilon tartományában. Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoznak, mondá, békességtek bőséges legyen. A jeleket és csodákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni.
mely nagyok az ő jelei, és mely hatalmasak az ő csodái. Az ő ország örökkévaló ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. Isten csodálatosan tud cselekedni. Mert Isten minden embert, bárhol lakik a földszínén, bármilyen életet él, pozíciót tölt be, feladata van, meg akarja menteni. Irgalomba akarja részesíteni. Érdekes dolgok történnek vele, igaz? Isten megengedi azt is, hogy 7 évig, mint egy őrült, úgy éli az ő életét. Ki van közösítve az emberek közül? És ő gondolkozik. Isten megengedi neki, hogy az értelme visszatérjen. Vissza is tér az ő értelme. Mondhatnánk, szinte felébred. Magára talál. 4. fejezetben hogyan olvashatjuk? A 31. verstől. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre velem, és az én értelmem visszajöve, és áldám a felséges Isten, és dicsérem és dicsőítém örökkön örökké, kinek hatalma örökké való hatalom, és az ő országa nemzedékről nemzedékre száll. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél. Abban az időben visszatér-e hozzám az én értelmem és országom dicsőségére. Az én ékességem és méltóságom is visszatér-e hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkeresének engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatot nekem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom, és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő útjai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Csodálatos esemény, igaz? Találkozott a mindenható Istennel. Átélte az Isten kegyelmét. Meggyőződött arról, hogy Isten hatalmas, kegyelmes és irgalmas. Mondhatni, az visszakapta az ő trónját. És az ő társai, emberei, kormánya, lássuk azt, hogy tisztességet adtak néki. És Nabukodonozor dicséri és magasztalja az örökkévaló Isten. Az ember, amiképpen látjuk az ő életében elsősorban, nagyon ingadozó lehet. A körülmények befolyásolhatják. Az emberi gyöngeség letérítheti Isten útjáról. De Isten újra és újra próbálkozik. Mindig azokon keresztül, akik Istenhez hűségesek. Dániel, fogolytársai, akik a babiloni birodalomban magas tisztségeket töltenek be. Próbákon mennek keresztül, de minden próbában helytállnak, utat mutatnak nekünk, hogyan és miképpen cselekedjünk. Mennyire kell kitartónak lenni, vagy szembe kerülni az áradattal.
Isten igazolta az ő hitüket és az ő engedelmességüket, ragaszkodásukat az ő Istenükhöz. És valóban elmondhatjuk, hogy felmagasztalta őket a mindenható Isten. Láthatjuk azt is Dániel könyve alapján, hogy a világ történelem nem csak Isten cselekvésének színtere, hanem az a hely is, ahol tőlünk Isten felelős döntéseket vár. Talán arról is szóljunk, hogy mikor keletkezett Dániel könyve. Dániel az ő könyvét élete végén írta, héberül írta, és benne van az ő életének egész tapasztalata és az ő hite, kitartása. És ami történik vele, az nagyon fontos, még a megváltási terv szempontjából is. Mert arra mutat rá, hogy Istennek célja van az emberrel, feladata van az embernek egy történelmi helyzetben, egy meghatározó földrajzi ponton, és nekünk ott azon a helyen helyt kell állni. És elfogadni Istentől azt, amit ránk szabott, azt a tevékenységet, és azt a feladatkört. Nem lázadozott Dániel társai. Elfogadták Isten döntését, és engedelmeskedtek. Mindvégig. A könyvben látjuk az idő meghatározást is. Jojákim, Júda királya, második Nékó, egyiptomi fáraó kegyeiből uralkodik, és nagyon költekező életmódot folytat, palotákat építtet, de Isten szolgáira, a prófétákra haragszik, üldözi. És látjuk azt is, hogy mikor történnek ezek az események. Az első versében. Jojákim király harmadik esztendeje Krisztus előtti 606 őszétől 605 őszéig tart. És az események 605 tavaszán kezdődnek meg, nyarán történnek, amikor a karkemiszi csatában Egyiptom elveszíti Palesztinát, Palesztina feletti hatalmat. És jön Nabukodonozor, a győztes babiloni király. És hogy olvastuk, kirabolja a templomot, elviszi a templom edényeinek egy részét, végigpusztítja az országot, foglyokat visz ki magával, és ahogy láttuk, ezek a fiatalok is így kerültek ki tulajdonképpen a babiloni udvarban. És beviszi Nabukodonozor azokat a kincseket az ő istenének, Márduknak a templomába, házába. És látni kell azt is, hogy nem egy véletlen esemény, ami akkor történik. Izrael népe ellen. Jeremiás könyvéhez lapozzunk, és a 7. fejezetből olvassunk ígét, a 3. verstől. Így szól a seregek ura, Izrael istene, jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen. Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti útaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek is az ember között és fele barátja között, ha jövőjét, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan bért ki nem ontatok,
és idegen istenek után sem jártok magatok veszedelmére, akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet a ti atyátoknak adtam, öröktől fogva, mind örökké. És így tovább olvashatjuk az ígét. Majd a 24. verstől lássuk az ígét a 26. versig. De nem hallgattak, és fülüket sem hajtották felém, hanem az ő gonosz szívük fásultságában és a maguk tanása szerint jártak, és háttal valának felém, és nem arccal. Attól naptól fogva, amelyen kijöttek a ti atyáitok Egyiptom földjéből, e mai napig küldtem hozzátok minden én szolgámat, a prófétákat, napról napra szüntelen küldöttem, de nem hallgattatok rám, és fülüket sem hajtották felém, hanem megkeményítették nyakukat, és gonoszabbul cselekedtek, mint az ő atyáik. Tehát látjuk azt, hogy miért történt ez az eset. Mert a nép nem hallgatott az ő Istenére. Isten panaszkodik népe ellen. Elfordul Istenétől. Kezdettől fogva mindig rosszra hajlik. És Isten megpróbálja hitpróba alapján őket visszatéríteni önmagához. És azt látjuk, testvéreim, hogy Isten feltétlen engedelmességet és hűséget kíván az ő népétől. Azonban azt is ki kell emelni, hogy nem bizonyítja önmagát csodákkal, a hitetleneknek. Isten útja az emberi logika szerint nem logikus út. Isten útja mindig kockázatvállalást jelent. Ezt tették ezek a fiatalok. Ott a babiloni udvarban, mint a négyen. Nem volt könnyű szembe szállni a udvar szokásaival. De ők elhatározták, Istenben bízva, megpróbálják az utat járni, amely Isten dicsőségét szolgálja. Azért voltak sikeresek, mert bölcsen és okosan döntöttek. És a látszat ellenére bíztak a mindenható Istenben. Építettek Isten ígéretére. Vállalták a kockázatot. És az a tény, hogy ezek a fiatalok elkerültek Babilóniába, szintén profécia teljesedett. A királyok második könyvéhez lapozzunk, és a 20. fejezetből két igeverset olvasunk, a 17. és a 18. verseket. Ími eljön az idő, amikor mindaz, ami a te házadban van, és amit eltettek a te atyáid e mai napig, elvétetik Babiloniába, és semmi sem marad meg, azt mondja az Úr, és a te fiaid közül is, akik tőled származnak és születnek, elhurcoltatnak, és udvari szolgák lesznek a babiloni király udvarában. Így szól a profécia. Isten előre megmondja, lesz idő, amikor elérkezik a büntetés hozzátok. Az engedetlenség, a hűtlenség miatt. És ahogy mondottuk, Dániel és társai esetében be is következett ez az esemény. Tehát meg kellett tanulni, hogy nem véletlen az, ami történik. A néppel, a fiatalokkal. Nem véletlen a fogság. Nem véletlen az, amit Isten cselekszik. Isten cselekedete mindig az ő népének javát szolgálja. És ezek a fiatalok
Egy olyan udvarba kerültek, ahol a világ ügyeit intézték. Nem volt kényszerítés számukra. Tudtak egyezkedni. Sikerük volt. Bátrak voltak. Kezdeményeztek. Istenre bízták magukat. Az ő elgondolásaikat. Isten velük volt. Istennek az volt a szándék, hogy ott azon a helyen megdicsőítse az ő nevét. Óriási lehetőségeik voltak. Azonban keresték mindig az Isten útján való járást. Gondoljuk csak el, a környezet milyen befolyással lehetett volna rájuk. Aztán az ő fiatalságuk mind-mind kísértés jelentett az ő számukra. De Isten egyet kívánt, az, hogy legyenek hűségesek. És valaki hűséges, akkor győztes. Akkor győztes lesz. Nem inogtak meg, mert ragaszkodtak atyáik Istenéhez. Testvéreim, mi a tanulság a mi számunkra? Az, hogy Isten népe mindig látványosság. Látványosság a világ számára. Ma is, abban az időben is az volt. Az volt a célja Istennek, az ő népe, róla tegyen bizonyságot, és szolgálja az örökkévaló egy Isten. Ne hajoljon el a pogány Istenek felé, ne vigyen be az ő életébe, vallási szertartásába pogány elemeket. Sátánnak kétféle kísértése lehet a mi számunkra. Máté evangéliumában látunk ezzel kapcsolatban gondolatot, és Máté 5-ben következőket olvashatjuk, hogy Isten népének milyen szerepe van a világban. Máté 5-ben a 13. vers a só szerepéről szól, és így mondja, hogy ti vagytok a földnek sói, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Hát testvéreim, Isten népe valóban só szerepét tölti be. Kell a só. Az asztalra kell a só, hogy íze legyen annak az ételnek. Nem kell belőle sok, de kell só. És fontos az, hogy mi valóban azt a feladatot töltsük be, ami a sónak a feladata, szerepe. Tehát azt jelenti az, hogy Isten gyermek ott legyen, ahol kell, hogy legyen. Mert az Isten követe. És tegyen bizonyságot az ő Istenéről, és az ő hitéről. A másik pedig a következő versben olvashatjuk el a világítás szerepe, igaz? Azt mondja Jézus Krisztus, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Világosság fiai, az Isten gyermekei. Az Isten népének igenis világítani kell. Ez a szerepe. Só és világosság. Erre van szükség abban a társadalomban, amelyben élünk. Bármely történelmi időben él az Isten népe. Sónak kell lenni, világosságnak kell lenni, hogy lássanak az emberek, igen. Mennek a fényét kell behozni a földi sötétségbe. És ez Isten gyermekeinek a feladata. Máté evangélium a 24. részében jól ismerjük a 14. verset. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd
az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Isten népének van egy speciális üzenete, amelyet csak néki kell hirdetni, nem másnak. Hol van ez megfogalmazva? Mindannyian jól tudjuk. Jelenések könyvében. A 14. fejezetben. A hármas angyal üzenet. Egy olyan üzenet, amelyben minden benne van. És aki azt megérti, elfogadja, képviseli, az Isten embere. Az Isten szolgája. Áldás van azon? Igen. Isten meg tudja tartani. Vele van. Áldás lát. Örömet lát az ő életében. És végül üdvösséget biztosít számára a mindenható Isten. Azt mondhatjuk, hogy igen, igen, igen. Így van. Nagyon sok tanulság rejlik újra és újra. El kell mondani Dániel és az ő társai magatartásából, ott a babiloni udvarban. És nekünk sokat kell foglalkozni Dániel könyvével. Látni azt, hogy mit jelent egy ellenséges környezetben, de mégis bátran, értelmesen állást foglalni, képviselni az Isten üzenetét. Meg lehet próbálni? Igen. Isten adott egy értelmes embert számukra, aki hajlandó volt egyezkedni velük. És sikerük volt ezeknek a fiataloknak. Isten azt akarja, mi is sikeresek legyünk. Ottól élünk a mindennapi életben. Őtet képviseljük, és Isten dicsőségére éljünk. Segítsen ehhez az Úr bennünket, az ő végtelen kegyelméből. Amen.